nagyon komoly hangsúlyt fektettünk arra, hogy historikus alapokra helyezzük a modernkori munkánkat. Megpróbáltunk a monostor környéki dűlőkben olyan szőlőültetvényeket újra telepíteni, amelyek régebben is komoly potenciállal rendelkező termőterületek, termőhelyek voltak. Fajta választékban is megpróbáltunk reflektálni egy picit a hagyományokra. Mindig nagyon érzékenyen kell figyelni azt is, hogy hogyan változik a világ, hogyan változik technológiailag a borok stílusa, a fogyasztók ízlése, és ezt valamilyen szinten le kell követni, de mindig úgy, hogy a hagyományokhoz, az alapokhoz, azokhoz mindig hűek maradunk. Az elmúlt időszakban sem pihentünk, és most is vannak még terveink. Elsősorban a szőlőültetvények újragondolása, azok újratelepítése zajlik is már. Másrésztről pedig a technológiát is igyekszünk finomítani. Teljesen reduktív módszerrel készítünk el egy vibráló, élénk savkészletű, de mély aroma tartalommal bíró rajnai rieslinget. A Prior alapvetően a legmagasabb foka annak, amit a pannonhalmi borvidéken a fehér szőlőből ki lehet hozni, mert ez a tökéletes szimbiózis a termőhelyiségnek, a fajtának és a borász filozófiájának. Az igazi nagy sláger és siker az az infúzió lett az évek során. Kell valamilyen szinten egy vörösbornál nagyságot adni, tömörséget, koncentrációt, de ha ezt úgy tudod elkészíteni, hogy megmarad egy kis fineszesség és elegancia mellette, akkor lesz igazából nagy bor. Nem hiszem, hogy véletlen tárgya az, hogy 4 éven belül 3-szor sikerült Champion díjat elhoznunk ezzel a borral.